Fölényes győzelmet aratott a jobboldali pártszövetség az előrehozott olaszországi választásokon. A legerősebb pártként a Giorgia Meloni vezette olasz testvérek végzett, annyi voksot kapott, mint a négy párti baloldali összefogás együttvéve. Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint, ha megalakul az új római kormány, nehéz hónapok elé néz, az európai baloldal ugyanis ösztűz alá fogja venni a liberális sajtó által fasisztának bélyegzett kormányfőjelöltet. Már vasárnap este ünnepeltek az olasz testvérek párt eredményváró rendezvényén Rómában. Az előzetes eredmények már ekkor azt mutatták, győzelmet aratott a jobboldali párt és vezetője Giorgia Meloni, aki Olaszország első női miniszterelnöke lehet. Azt mondta, minden olasz kormányfője lesz. Ha minket kérnek fel kormányalakításra, azt minden olasz ember érdekében fogjuk vállalni. Célunk a nép egyesítése, nem a különbségeinkre, hanem azonosságunkra alapozzuk programunk. Hiszen legfőbb politikai törekvésünk mindig is az volt, hogy biztosítsuk, minden olasz büszke lehessen nemzetére, büszkén lengethesse a nemzeti trikolort, mondta a kormányfőjelölt. Hétfő reggelre pedig világossá vált, több mint 90%-os feldolgozottságnál is a jobboldali összefogás fölényes győzelmével zárultak a választások. A voksok 44%-át szerezte meg a jobboldali pártszövetség, s így a képviselőházi mandátumok mintegy 60%-ára számíthatnak. 26%-os támogatottsággal a legerősebb pártként az olasz testvérek végzett. Annyian voksoltak rájuk, mint a négy párti baloldali összefogásra összesen. A valaha volt legalacsonyabb részvétel mellett tartott választáson a Matteo Salvini vezette Liga és Silvio Berlusconi Forza Italiája is 9% alatt végzett. A baloldal súlyos vereségét a 19%-on álló Demokrata párt alelnöke ismerte el. Szomorú nap ez országunk számára. A legerősebb ellenzéki erőként mi vagyunk azonban a második legnagyobb parlamenti párt, így intenzív ellenzéki politizálásra kell készülnünk, mondta a baloldali politikus. Nem csak az infláció. A közmédiának nyilatkozó Olaszország szakértő szerint a választási eredmények világosan tükrözik az olaszországi közhangulatot. Az emberek megelégelték a baloldal ígéreteit, a GDP 150%-át is túlszárnyaló eladósodottságot, s az azonosultak a jobboldal programjával, a családok és a gazdaság védelmével, a növekvő rezsiköltségek és az illegális bevándorlás megfékezésével. Mindeközben a baloldal adópolitikájára nem volt vevő a többség. Mondogatta a Demokrata pártnak a vezetője, hogy adócsökkenést akar, csökkenti a terheket, a munkautáni terheket, de ugyanakkor megint be akarta vezetni az olasz középosztály rémét, az úgynevezett vagyonadót, meg az örökösödési adót, tehát valami egészen öngyilkos módon folyton olyan dolgokról beszélt, amelyek az olaszokat nem érdekelte, vagy éppen ellenérzéseket szült bennük, míg a másik oldal konkrétumokról beszélt, Giorgia Meloni, és nagyon szépen felosztották egymás között a különböző területeket. Szomráki Béla hozzátette, bár Giorgia Meloni és a jobboldal elkötelezte magát euróatlanti szövetségeseik, a NATO, az Európai Unió és az Egyesült Államok mellett a fősodratú nyugati média és az uniós intézmények ösztüzes újtja, amely a következő hetekben csak súlyosbodhat, ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének múlt heti kijelentései is igazolják, miszerint a jobboldal győzelme esetén felléphetnek az olasz kormány ellen, ahogy Magyarország és Lengyelország esetében is. A nemzetközi mainstream média legkiválóbbjai, a New York Times-tól kezdve, a Financial Times, a Frankfurter Allgemeine Zeitung, a The Guardian, hadd ne soroljon, vagy a Stern, amelyik egyenesen Európa legveszélyesebb asszonya, egy ilyen plakátszerű dolgot hozott le a címlapon. Szóval ez a sok teljesen felesleges szapulás, azt is mondhatnám, hogy mocskolódás, állandó fasisztázás, demagóg, populista, alkalmatlan, stb. Ez, ahogy talán mondtam a múltkor is, ez kutyafül ahhoz képest, amit most már a nyakukba fognak kapni. Nagyon jó példa erre a von der Leyen. Az elemző szerint mindazonáltal a folyamatos támadások visszájára fordultak. A fenyegetések csak tovább tüzelték az Európai Unióval szembeni indulatokat Olaszországban.
Most kapcsolunk Rómába, Sárközi Júliához. Szervusz! Az olasz sajtó a választások előtt azt a kérdést tette fel, hogy vajon milyen országra ébrednek hétfőtől az olasz emberek. Most hogyan látják? Mennyiben változhatnak az olaszok hétköznapjai a jobboldali fordulattal? Jó napot kívánok! Giorgia Meloni győzött, ez volt a legnagyobb olasz napilap, a Corriere della Sera címe. A La Repubblica baloldali napilap pedig azt írta, hogy Giorgia Meloni elvette, megszerezte magának Olaszországot. Az olaszok többsége az olasz testvérekre szavazott, és a jobb-közép, jobboldali koalícióra, több mint 43%, és azt várják, hogy minél gyorsabban megalakulhasson az új kormány, és Meloni ígérete szerint az első pontot hajtsák végre, vagyis a rezsiköltségek csökkentését. Ami a pénzügyi világot illeti, a milánói tőzsde pozitív előjellel reagált arra, hogy Rómában jobboldali fordulat következett be, és mindenképpen újdonságnak számít Giorgia Meloni győzelme, aki egyedül megszerezte a szavazatok több mint 26%-át. A következő párt, amely a demokrata párt, a baloldali demokrata párt 20% alatt teljesített. Sokan úgy látják, hogy újdonságot nem csak az jelent, hogy a jobb oldal beköltözhet a Palazzo Chigi kormánypalotába, nem csak az jelent újdonságot, hogy most először Olaszországnak női miniszterelnöke van, hanem fordulatot hozhat a Meloni kormány, ami Olaszország geopolitikai pozícióját is illeti, tehát a külpolitikában, az Amerikához, Oroszországhoz és az Európai Unióval való kapcsolatait illeti Rómának, valamint fordulatot hozhat a nemzeti gazdaságpolitikában is, az olasz nemzeti érdekek védelmével. Giorgia Meloni győzelme mindenképpen pontot tett a korábbi jobb-közép történetére, amely még Silvio Berlusconival 1994-ben indult meg. Mindenképpen identitásválságot okozott a baloldal soraiban megingott Enrico Letta, a baloldali demokrata párt főtitkárának a széke is, és magyarázatra szorul ezekben az órákban Matteo Salvini, a Liga vezetője is, miután pártja 10% alatt teljesített. Egymást követik a pártvezetők sajtótájékoztatói. Matteo Salvini azt mondta, hogy az eredménynek nem örül, de azonnal megkezdi a kormány, a miniszterek egyeztetését Giorgia Melonival. Természetesen külföldről is számos gratuláció érkezett már Rómába, többek között a magyar miniszterelnök Orbán Viktor is jó munkát kívánt Giorgia Meloninak, aki az első órákban a győzelem után úgy nyilatkozott, hogy tudja, hogy most kezdődik csak el az igazi munka, hiszen talán könnyebb volt választást nyerni, mint a jelenlegi összetett gazdasági társadalmi helyzetben az országot vezetni. Felelősségteljes magatartást kért nem csak az olasz jobboldaltól, hanem az egész olasz politikai élettől is. Az első biztos dátum az az október 13-a, amikor feláll az olasz parlament alsó és felsőháza, megválasztják a parlament két házának az elnökeit. A kormányalakítási folyamat a hónap második felében kezdődhet, és október utolsó napjaira, november elejére várjuk az új kormány felállását. Sárközi Júliának köszönjük szépen!